14. alkalommal került megrendezésre Rákos Mente önkormányzatának támogatásával az 525 Cup utcai kosárlabda fesztivál a 17. kerületben. A 2021-es eseményen csapatbajnokság, zsákolóverseny, jó hangulatú mérkőzés és bográcsozás várta az érdeklődőket. A résztvevőket az 525. téren a programfolyam állandó támogatója és szervezője, M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő köszöntötte, a helyszínen Dunai Mónika országgyűlési képviselő és Halász Dezső Rákos Csaba Újtelep képviselője egyaránt jelen volt. Ezúttal is számos érdeklődő jelenlétében vette kezdetét a már nagy hagyományokra visszatekintő 525. Cup Streetball Fesztivál. A program állandó támogatója és szervezője M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő elmondta, hogy az eseménynek helytadó 525. tér rendezettsége azért is jelentős, mert az ideális körülményeknek köszönhetően a környéken élők szívesen használják ki a terület adottságait, és élik át egyúttal a szabadtéri sporttevékenység örömét. Ez a rendezvény itt az 525-ös téren már egy hagyomány. Nagyon fontos, hogy a fiatalok sportoljanak. Ez a tér, ez alkalmas arra, hogy egész tavasztól őszig ide jöjjenek a fiatalok, az itt élő lakosság és sportoljon. Az egészséges életmód egy nagyon lényeges dolog, ne csak beszéljünk róla, hanem gyakoroljuk is. Nyilvánvaló a szervezett verseny, az egy magasabb szintű dolog egy sportágban, és valóban a 14. kosárlabda fesztiválon vagyunk. Idén 10 csapat mérettette meg magát az utcai kosárlabda játékokra jellemző szabadság és kreatív kivitelezés ezúttal is megjelent a pályán. Tóth Ádám, az esemény főszervezője nem hiába tekinti szívügyének az 525. Cup megvalósítását, 2020-ban átvehette a Rákos Mente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díjat. Én 2008 óta szervezem ezt a rendezvényt. 18 éves koromban kezdtem el, akkor újítattam fel Ríz Leventével és M. Tóth Katalinnal ezt a pályát, úgyhogy szerencsére ezt a pályát úgy nevezhetem, hogy ez a hazai pályám, és teljes szívvel, lélekkel próbálom az utcai kosárlabda kultúrát Amerikából ide áthozni, úgyhogy hatalmas helye van a szívemben ennek a rendezvénynek, és szeretném minél tovább csinálni. Ezúttal is látványos bemutatót tartott a Face Team nevű akrobatikus sportszínház. Fő attrakciójuk a freestyle kosarazás és a trambulinról való zsákolás. Két fiatal lány kimagasló labdazsonglőr tehetségével szórakoztatta a közönséget, majd a megszokottak szerint a főzőversenyre is sor került. A nevezők Bográcsban készítették el a kedvenc ételeiket, amelyeket a nap végén Antal Sándor mesterszakács vezetésével szakmai zsűri bírált el. A gasztronómiai elismerések mellett a sportsikerek is jutalmazásra kerültek. Az 525 Cup Streetball versenygyőztese a Pólóért jöttünk csapata lett, míg zsákolásban Tóth Péter kapott emlékérmet. Most megnyertem a zsákoló versenyt. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi díjat fogunk kapni. Úgyhogy kaptam egy pólót is, egy vásárlású utalványt is, úgyhogy teljesen oda vagyok. Nem gondoltam volna, hogy nyerek, de hát a közönség is segített, úgyhogy örömmel boldogom megyek el. Dunai Mónika országgyűlési képviselő a helyszínen a rendezvény tematikájához igazodva az egészséges életmód fontosságáról beszélt. Fontos nekünk itt Rákos Mentén, hogy minden korosztály számára, a családok számára sportolási és szórakozási lehetőségeket nyújtsunk. Így hál' Istennek a harmadik hullám elteltével és a nagyszámú oltásoknak köszönhetően éled az élet itt Rákos Mentén is. A nagyszabású sporteseményt az ideihez hasonló látvány és programelemekkel jövőre is megtartják.